Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt a karácsony utáni időszaknak az egyik aktuális adását hallják. Finnország karácsony előtt lezárta immár a legészakibb lapföldi Raja-Josepi határátkelő helyét, mert Oroszország olyan mennyiségű dokumentum nélkül érkező bevándorlót szállított az orosz-finn határátkelő helyekre a tél közepén. Erről fogunk beszélni, és akkor majd itt a szakértő vendégünk javítja is az én finn kiejtésemet. Nagy tisztelettel köszöntöm Pályi Zoltánt, a Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tiszteltel, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat! Jó, itt több finn szóval nem fogok megpróbálkozni, viszont itt a határátkelő helynek a lezárásával kapcsolatban kérdezném először, aztán utána lesz még más témánk is itt a finnekkel kapcsolatban, főleg az orosz finn határ itt, ami nagyon érdekes és izgalmas. Mi a jelentőség ennek a határátkelő hely lezárásnak? Igazából maga Raja-Josepi, amit Rita is említett, hogy lezárták, ez már csak az utolsó volt a még nyitva lévő közúti határátkelő helyek közül, és a határátkelő helyek lezárásának valóban az volt a fő oka, hogy az ősz során olyan mennyiségben érkeztek személyi okmány nélkül közép-ázsiai, mindenek előtt afgán állampolgárok Oroszországon keresztül a finn határra, úgy tűnik, hogy nem véletlenül, amely egyszerűen magát a normális hatásfokamat lebénította, és sem befele, sem kifele nem lehetett normálisan közlekedni. Ezek, akik oda érkeztek, hivatalosan menekülteknek adják ki magukat. Valójában ugyanarról a migráns áradatról van szó, amit mi például hazánk déli határán, a magyar-szerb határon megtapasztalunk szerb oldalról, és úgy, ahogy ott is az afgánok dominálnak most már, legalábbis ott átvették a szír és a koszovói menekült bandák fölött uralmat a fegyveres afgán bandák. Itt is az afgánok vannak többségben. A finn határa kerékpárral érkeztek, de mondanom se kell, hogy ezek használt kerékpárok, nem Afganisztántól karikázták el odáig. Tehát egészen biztosan tetten érhető ebben az, hogy Oroszország irányította a saját hazáját területén megjelent dokumentum nélküli bevándorlókat, és ez a legszebb kifejezés ezekre az emberekre, a finn határa. Tudni kell azt, hogy a finn-orosz határ, szárazföldi határ 1350 km hosszúságú. Ez egyébként a Oroszországnak az európai határai közül a második leghosszabb határszakaszról van szó, a leghosszabb az orosz ukrán, majdnem 2000 km-re követi az 1350 km hosszúságú orosz finn. Ezen a határon az előző évtizedekben teljesen normális határforgalom zajlott, úgy finnek mentek turistáknak a bevásárlási célral Oroszországba, ahogy oroszok is látogattak el Finnországba, munkavállalási célból, tanulmányi célokból, rokonlátogatás véget, vagy szintén bevásárlás véget, de síturizmus is meg jelentős volt Oroszországból, Finnország irányába, jó színvonalú szolgáltatások miatt. Nos, hát ennek először az orosz-ukrán háború kirobbanása vetett véget. A finnek rövidesen, nagyon erőteljesen lekorlátozták eleinte azt, hogy az orosz állampolgárok beléphessenek Finnország területére, viszont a radikális változás ősszel tényleg ezt hozta, hogy megindultak ezek a kezelhetetlen és aránytalan menekült tömegek, ráadásul úgy, hogy már elkezdődött a szél, ne felejtsük el, hogy azokon a szélességeken már október végén, november elején leesik a tartós hó. Most ez ugye nagy szél van, és hát ezen a hatásszakaszon így, hogy a nem túl nagy számban meglévő határátkelő helyeken ilyen mennyiségű emberáradat jelent meg, ez a határátkelő helyeknek a működését tette lehetetlenné. Finnország kérte egyébként Oroszország, hogy valamit kezdjen ezekkel a tömegekkel, de úgy tűnik, hogy itt most Putyinnak egy ilyen tudatos lépéséről van szó. És hát nem csak lépésekről van itt szó, hanem hangzanak el néha olyan kijelentések, amelyek dermesztően hathatnak a finn társadalomra, és erre is kérdeznék rá, hogy hogyan érzik most magukat a finnek, biztonságban érzik-e magukat így, hogy úgymond a NATO-nak a tagjai lettek, még egyelőre Svédország nélkül, mert még a svéd csatlakozási folyamat, hát itt Erdoğannak a tevékenységei során ugye így hátráltatva voltak, de visszatérve Finnországra, itt az elmúlt időben lehetett olvasni, hogy voltak olyan orosz megszólalások, hogyha NATO és Oroszország között elmérgesedne a helyzet, azt elsőként Finnország szenvedné meg. Mit szólnak ezekhez a kijelentésekhez ott? Fenyegetésnek érzik mindenképpen ezeket a kijelentéseket, hiszen ha azt tesszük, akkor van közelebbi NATO ország is, amelyeket fenyegethetne Oroszország is, már régebbi NATO tagállam, ugye beszélt a Kaliningrádi körzet
Litvánia is Lengyelország közé beékelve, tehát ott határozott ország közvetlenül Lengyelországgal, a két balti országgal, mindenképpen határos Észországgal, Lettországgal közvetlenül, Kaliningrádon keresztül Litvániával is. Ez most kimondottan ennek szól, hogy Finnország belépett a NATO-ba. Az igaz, hogy az ukrán háború kitörésekor Oroszország nem fenyegette Finnországot katonapolitikailag, biztonságpolitikailag, ugyanakkor a finneknek nagyon rossz történelmi tapasztalataik vannak, még a Szovjetunió idejéből Oroszország nagyhatalmi törekvései kapcsán. Ne felejtsük el az 1939-ben titkosan megkötött Molotov-Ribbentrop paktumot, amikor a náci Németország és a kommunista Szovjetunió egymás között érdekszélára osztotta fel Európát, és ebben a titkos felosztásban akkor Finnország a Szovjetunió érdekszélája volt, és 39. november végén Oroszország hozzá is látott ahhoz, hogy úgy, ahogy előtte pár hónappal közösen megszállták Lengyelországot 39. szeptember 1-e és 28-a között, ugyanakkor Finnországot meg leruhanta az akkor még 1500 km hosszúságú szárazföldi határán a Szovjetunió. Akkor, amikor elkezdődött az ukrán háború, a finnekben ezek a történelmi fájdalmak, félelmek felfakadtak, és ugyan Oroszország nem jelentett valóságos fenyegetés Finnországra nézve, viszont úgy tűnik, hogy részben az USA által a háttérből manipulálva, bíztatva, ígérgetve a finneknél néhány hét alatt tavaly év elején, gyakorlatilag tavasz elejére elsőtörtösébe került a NATO tagságnak a támogatottsága, amely az előtti évtizedekben sem a Szovjetunió létezése alatt, sem azt követően, annak a szétesését követően nem élvezett soha a társadalmi többséget, sőt, de minden évben felvetették, és minden évben le is került napirendről, mert nem volt támogatottsága. Hetek alatt átfújult a kocka. Na most így, hogy a finnek beléptek a NATO-ba. Ez nekik jelent egyfajta biztonságot, ugyanakkor meg azt érzik, hogy akik nagyon szerettek volna, hogy belépjen velük együtt. A ritáltal is említett Svédország, erre még nem került sor, és a finnek most úgy érzik, hogy ha mégis lenne bármilyen konfliktus, vagy akár csak egy nagyon feszült, magas szintű katonai készültséget igénylő helyzet, biztonságpolitikai helyzet a NATO és Oroszország határán, abban az esetben nincs meg Finnországnak az a Svédország felüli háttér útvonala, ahonnan a NATO fel tudja tölteni Finnországot a szükséges katonai utánpótlással, hanem csak Norvégián keresztül, ami mindenképpen északi sarkörön túli határ, és ott azért ne felejtsük el, hogy az évnek több mint a felében tél van téli útviszonyokkal, nagyon ritka úthálózattal, vasút nélkül. A másik pedig a keleti tengeren keresztül, ahol viszont a kaliningrádi körzet és az ott állomásozó orosz hadiflotta, még ha nem is egy többségi erővel, de egy jelentős tengeri erővel mindenképpen jelen van, és bizonytalanná tehetné egy konfliktus esetén azt, hogy Finnországot katonailag lehet-e utánpótlással ellátni. Egyébként ezekkel a stratégiai tervekkel kapcsolatban, amit hadd mondjak, ami megjelenő finn sajtóban is, hogy abban az esetben, hogyha tényleges konfliktusba kerülne a NATO és Oroszország, akkor az USA egy 100 000 fős kontingensnek az Európába vezénylését irányozta elő. Nyilván az észak-európai részen érst ez alatt Norvégia és Finnország, távlatilag Svédország, esetében elsősorban a kanadai hadsereg, nemzeti hadseregnek a katonai lennének azok, akik a NATO-t képviselnék, fegyverekkel, hiszen ők az északi hadviselésben, északi területünk között jártasabbak, míg a többi területen pedig az USA lenne az, aki ezt a 100 000 fős kontingensnek a nagyobbik részét biztosítaná egy ilyen konfliktus esetén. Semmiképpen nem jó az, hogy feszülté vált a viszony. Ugyan a mostani határfeszültség az nem NATO jellegű, viszont mégis a NATO-hoz való csatlakozásból fakad, tehát a finnek még mindig nem érzik azt, hogy az a NATO tagország, amit szeretnének, hogy meglegyen partnerként, szomszédként, utánpótlási útvonalként mögöttük nyugatról, ez nem adatott még meg, és erre az esély leghamarabb szakértők szerint inkább csak tavasszal várható, mint sem télen. Ugye itt az előbb egy diplomatának a kijelentés, orosz diplomatának a kijelentését idéztem fenyegetésként Finnország felé, viszont vannak lépések is, amelyek történnek, például arról is lehetett olvasni az MTI adott hírt erről többek között, hogy Oroszország a finn határhoz közel telepíti a 70 kilométeres hatótávolságú önjáró lövegeit. Mennyire kell ezeket a lépéseket komolyan venni? Egy olyan bizonytalan biztonságpolitikai helyzetben, amiben ma van a világ, ahol egy új konfliktus egyik napról a másikra
kirobbanás, például a gázai Hamas terror háború Izrael ellen, egyik napról a másikra szinte kitapíthatatlanul robbant be a levegőbe, én azt gondolom, hogy mindenképpen óvatosnak kell lenni. Finnország szerencsére önvédelmi szempontból jó helyzetben van abban a tekintetben, hogy megvan a sorkatonaság, és meg is volt mindig, Finnország független névválása 1917 óta, tehát sorkoteles minden szín fiatalember, sőt, hölgyek közül is sokan vonulnak be önkéntesen, de megcsinálják a teljes 11 hónapos kiképzést. És ne felejtsük el azt a tény sem, hogy a NATO-n belül a legnagyobb tartalékos hadsereggel Finnország rendelkezik. Ugye a legnagyobb hadsereggel az USA rendelkezik, következő helyen van Törökország, viszont a legnagyobb tartalékos létszámmal Finnország, meghaladva az USA több mint 700 ezer fős tartalékos létszámát, a finn tartalékos létszám, állandó kiképzett tartalékos létszám jelenleg 900 ezer fő, tehát az ország lakosságának az egy hatoda, akik közül, akinek a fele folyamatosan napi szinten tehát ilyen tiszti kiképzéseken újra továbban képezve néhány évente. A másik fele az pihenő tartalékos, viszont Finnország most tervezi ezeknek is a kiképzését. Tehát igenis az, hogy 70 kilométerre telepíti Oroszország a rövid hatótávolságú légvédelmi és rakétarendszerének a telepítését a szén határhoz, ennek van egy üzenetértéke, és nem jó az üzenetértéke. Ugyan én személyesen, ha ezt hozzá szabad tenni, úgy gondoltam, hogy az orosz-ukrán háború kitörésekor Oroszország direkt fenyegetés nem jelent Finnországra, viszont az USA által bepánikoltatott észak-európai országok, Finnország, Svédországnak a NATO csatlakozása mégis feszülté tette a helyzetet, és ebben a tekintetben viszont én mindenképpen Finnország oldalán foglalok állást. Tehát jogosak az önvédelmi előkészületek. Beszélünk majd egy picit a finn belpolitikáról is, de még előtte egy kicsit általánosabban hadd kérdezzem meg azt, hogy milyen a közhangulat Finnországban, azért mégis így, hogy a NATO tagjává vált az ország, nőtte a biztonságérzet, és hogy mindez úgy történt meg, hogy Svédország egyelőre még nem tag, és nem lehetett tudni, hogy meddig húzódnak ezek a tárgyalások Svédországgal kapcsolatban. Most úgy tűnik, hogy talán feloldódik az a fajta akadály, amit elég görgettek, de még ebben sem lehetünk teljesen biztosak. Tehát hogy érzi magát Finnország a NATO-ban, Svédország nélkül, és mennyire számított arra az elején, amikor a csatlakozási kérelmét benyújtotta, hogy ez így fog megtörténni? Ez volt azért a finnben egy fellélegzés, amikor idén júliusban a vilnai NATO csúcson már úgy vettek részt, hogy most már tagország vagyunk. Tehát ez mindenképpen a finneknek egy azt mondom, hogy több mint 50%-os fellélegzés, de még ahogy az előbb is fejtegettem, az, hogy nekik az utánpótlási útvonalat, nyugati utánpótlási útvonalat jelentő stratégiai jelentőség is Svédország nem tag, emiatt még mindig van bennük egy gyomorgörcs, tehát a tagságokat nem érzik teljesnek. Na most Svéd, amennyire én utána tudtam ennek olvasni, Svédországban milyen NATO tagság támogatottsága lényegesen alacsonyabb azért, mint Finnországban. Tudtommal többségi támogatást élvez, tehát igazából még Svédországon belül sem lehet azt mondani, hogy 100%-ig eldőlt volna az a lakosság részéről, hogy támogatják a NATO tagságot. Ők most megvannak abban a helyzetben, hogy nyugatról, Norvégia, keletről, észak-keletről, Finnország, keletről, pedig a balti országok jelentenek nekik egy kényelmes ütközőzónát, illetve ott van a keleti tenger, de azért a mai modern katonai fegyverzet mellett, amellyel Oroszország is rendelkezik, ez a távolság, amit a keleti tenger jelent, ez nem abszolút átjárhatatlan távolság, tehát a svédek is igazából valószínű, hogy egyre inkább abban az elben fognak mozdulni, ha valóban tovább tart Oroszország részéről a diplomácia politikában a fenyegetőzés, hogy ők is elmozdulnak ebbe az irányba, mindezt ez a finnek igénylik, szükségét látják annak, hogy a svédek is belépjenek a már említett okokból. Ami nem nyugodtak meg teljesen. A NATO mellett hogyan vélekednek a finnek például az Európai Unióról, és ezt azért is kérdezem, itt is egy picit rá is konyarodhatunk a finn belpolitikára, mert azért különböző álláspontok vannak, ahogy ezt a hírekből ki lehet olvasni. Igen. Több kérdés is van, ami az Európai Unióval kapcsolatban téma Finnországban. Úgy a gazdasági kérdések, ahogy különböző kisebbségekkel kapcsolatos kérdések, migránspolitika és egyebek, ezeket talán célszerű egyenként megnézni, nem túl bőlére eresztve.
Elverejtsük fel azt, hogy Finnország 1995-ben a NATO kapcsán az imént már emlegetett Svédországgal, valamint a mi nyugati szomszédunkkal, Ausztriával együtt lépett be az Európai Unióba. Tehát igazából már egy lassan 30 éves történelme van Finnországnak az EU-n belül, és mindig is nagyon hűséges és elkötelezett tagjai voltak az európai elveknek. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy az a fajta nagyon erőteljes, liberális, ultraliberális paradigmaváltás, ami szépen lassan bejött Berlinen keresztül az Európai Unióba, ez a finneket is mélységesen átítatta, különösen az elmúlt 15 évben, és Finnországban még a politikai jobboldal is magáévá tette az európai politikai baloldalnak nagyon sok kijelentését, szinte már dogma szinten. Na most ennek egy része nem okoz megosztottságot a finn társadalomban, mások viszont igen. Vegyük az első és legfontosabb kérdés, amely a tavaszi választásokat követően a nyáron felállt Petteri Orpo által vezetett jobbközén kormánynak a legfontosabb témája. Az előző Sanna Marin kormány alatt Finnországnak az eladósodottsága több mint megháromszorozódott. Dacára annak, hogy 2015-ben már az volt a helyzet szeptemberben, hogy az akkori finn miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Finnország óránként több mint 1 millió euróval adósodik el. Ez a helyzet nem javult, hanem romlott Sanna Marinnak a kormánya alatt, és igazából a jólétet, amelyben Finnország él, még inkább látszat jólétét teszi. Ez nem azt jelenti, hogy Finnországnak a gazdasági teljesítő képessége alacsony, hanem azt jelenti, hogy a növekedés az országon belül nincsen összhangban a jólét finanszírozásával, de egyébként ez nem csak Finnországban van, hozzá kell tenni, és valószínűleg ezzel kapcsolatban a heteknek még érdemes lenne, a Hitrádiónak érdemes lenne majd még alaposabban is megnézni a többi tagországnak a helyzetét, mert úgy, hogy az egész Európai Unió egy nagyon jelentős adósságcsapdában van, és a jólétet és azt a fajta biztonságérzetet, gazdasági biztonságérzetet, amelyben az Európai Unió legfejlettebb tagállamában is ringatják magukat az állampolgárok, ez nagyon-nagyon látszat. Finnországban a Petteri Orpo által vezetett jelenlegi kormány most azon küzd, hogy ezt az adósságállományt ledolgozza egy olyan szintre, ami vállalható, kezelhető, és ami a következő nemzedékek számára nem okoz egy elviselhetetlen terhet, ezzel párhuzamosan pedig az országot gazdasági értelemben jelentősen növekedés pályára kell állítani, mert Finnország azzal együtt, hogy a világ legfejlettebb technológiai termékeit állítja elő Izraelhez hasonlóan, ennek ellenére mégsem tud a piacon olyan nyerő helyzetbe kerülni, amellyel az országot egy jó növekedési pályára tudta volna állítani. Tehát igazából az országnak a gazdasági és tudományos túlszeknológiai adottságai a tényleges napi gazdaság szintjén nem tudnak olyan szinten megjelenni, hogy az országnak jó lenne. És emiatt következett be az, hogy adósság spirál az elmélyült Finnországban. Juhász Szipile ugye erről beszélt 2015. szeptemberében Drámai Hangon. A másik téma, bevándorláspolitika. Ugye az alapfinnek a kormányzó Kokoomus, azaz Nemzeti Egységpárttal együtt azt mondták, hogy ők a kormányra kerülnek, akkor ragaszkodnak ahhoz, hogy a bevándorlás politikával kapcsolatos elképzeléseik azok megjelenjenek. Ez volt a kormányra kerülésüknek a feltétele, és ebben az alapfinnek a mérleg nyelvévé váltak, hiszen nem úgy egyértelmű volt, hogy nem lehet könnyen kormányt alakítani, és a Nemzeti Egységpárt nem akart kormányt alakítani a harmadik helyre visszacsúszott előző kormánypárttal, a szociáldemokratákkal. Az alapfinnek a bevándorlás radikális lecsökkentését irányozták elő, ugyan nem azt mondták, hogy ne legyenek bevándorlási kvóták, de azt mondták, hogy a bevándorlásnak és a letelepedésnek az állampolgárság adásának a feltételeit meg kell szigorítani, amellett is, hogy annak ellenére is, hogy Finnország az Európai Unión és az Észak-Európán belül a migráció által legkevésbé sújtott vagy érintett ország, tehát Norvégiában, Dániában, Svédországban és arányaiban sokkal magasabb arányban vannak bevándorlók, mint Finnországban. Finnország 2015-ben teljesítette a bevándorlási kvótát, amit vállalt Máltával együtt, és ők voltak a két olyan tagállam az Európai Unióban, akik az általuk vállalt bevándorlási kvótát teljesítették. Ezzel szemben a bevándorlási kvótákat mind a mai napig sürgető Németország már akkor sem tudta 38%-nál magasabb szinten teljesíteni a 2015-ben vállalt bevándorlási kvótáját. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió bevándorlás tekintetében olyan kvótákat
támaszt a tagállamokkal szemben, és a tagállamok olyan kvótákat fogadnak el, amelyről halványilag bűzük sincs, hogy hogyan teljesíthető. Most már az EU-n belül is egyre jobban érzik ezt, de a liberális migránspolitika, bevándorláspolitika, amely minden egyes bevándorlót menekültként akar feltüntetni, ez egyre inkább többsebből érzik, és Finnországban az alapfinek elérték azt, hogy radikálisan lecsökkentették a bevándorlás számot, illetve az állampolgárság adásának feltételeként követelik azt, hogy 3 éven belül középszinten tanuljon meg valaki finn nyelven, ami egyébként teljesen jogos, de aztán, hogy maguk a finnek jól beszélnek angolul, de én azt tapasztaltam, hogy EU összes tagországában az adott befogadó ország anyanyelvének a megfelelő szintű ismerete az elfogadható beilleszkedéshez elengedhetetlen, és elfogadhatatlan az, hogyha valaki bevándorló Spanyolországba, Franciaországba, az Egyesült Királyságba vagy Németországba, ott a befogadó országnak a nyelvét nem hajlandó az általa szükségesnek ítélten túli szinten megtanulni, pláne nem anyanyelvi szinten, és ebből pedig az következik, hogy a bevándorló tömegek egy olyan szubkultúrát hoznak létre, ami a befogadó társadalmaknak a szétszakadását eredményezik, gettó szinten, vagy no-go zónák szintjén, egyre inkább. Svédország ebből a szempontból a legrosszabb ország. Finnország, hála Istennek, Svédországhoz képest még úgymond 20 éven le van maradva, hiszen maga a tömeges bevándorlás is csak később kezdődött el, illetve ahogy mondtam, Finnország mindig is józanabb bevándorlási számokat fogadott el, és mindig is nagyobb hangsúlyt fektetett a bevándorlóknak a megfelelő társadalmi beilleszkedésére, de így is van a problémák, amely például a fővárosban Helsinkiben, Kelet-Helsinki városrészben most már a szervezett migránsbűnözés megjelenésének a szintjéig elértek, de még korán sem olyan égető a probléma, mint például Svédországban, Malmöben, ahol azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag Malmö már a jelenlegi svéd kultúra és társadalmi berendezkedés szempontjából elesett. No, és ha már itt vagyunk a finn politikánál, akkor Sanna Marinról is ejtsünk egy pár szót. Ő volt, Finnország volt miniszterelnöke, akivel kapcsolatban olyan botrány került napvilágra, hogy egy ilyen bulizós képeket szivárogtattak ki, vagy kerültek ki az internetre, és ugye ebből adódott némi bonyodalom. Emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban akkor nagyon sok kérdés, társadalmi vita is felmerült, hogy a miniszterelnök lehet-e ilyen módon ábrázolni, vagy jelenhet-e meg így a nyilvánosság előtt. Ezt most csak a hallgató kedvéért mondtam el, aki már esetleg elfelejtette a nevét, hogy hát, ha így beugrik, hogy kiről is van szó. Na ez a Sanna Marin egyébként szeptember vagy ősz környékén úgy nyilatkozott, hogy elhagyja a politikát, és még azt is lebegtették, hogy a szórakoztató iparban filmsztárként térhet vissza. Azonban a Tony Blair intézethez került, és ott kezdett el dolgozni stratégiai tanácsadóként, és Tony Blair úgy nyilatkozott, hogy hát ez az intézet azért van, hogy az a küldetésük, hogy segítsük a politikai vezetőknek, segítsenek a politikai vezetőknek világszerte változást hozni népük számára. Mit keres Sanna Marin ennél az intézetnél, és hogyan fogadták a finnek, hogy itt folytatja? Mondjuk el a magyar hallgató kedvéért, hogy azért a finn belpolitikában Sanna Marin a regnálása első napjaitól kezdve nagyon sok botrány által övezett miniszterelnök volt, akire egyedül több botrány jutott a miniszterelnöksége alatt, mint ez nagyon sok őt megelőző miniszterelnökre összesen. És ez nem a fiatal korából fakad önmagában, hanem a viselkedéséből és a hozzáállásából. De most ezekkel a botrányokkal így külön nem foglalkozunk, bár lehetne róla hosszú perceken keresztül beszélni. Az azonban mindenképpen tény, hogy az őt körül övező erkölcsi viselkedésbeli botrányok, azok hozzájárultak igenis az ő általa vezetett szociáldemokrata kormánynak a harmadik helyre való visszaeséséhez. Tehát igenis egy vezető politikusnak a hétköznapi, vagy akár magánéletbeli viselkedése az nagyon is meghatározó abból a szempontból, hogy a társadalom hogyan ítéli meg ezután az ő politikai tevékenységét is, de a politikai tevékenysége is rengeteg kívánivaló hagyott maga után, még egyszer átérve arra, hogy Finnország adósságállománya, adósságcsapdája tovább mélyül az ő kormányzása alatt. Hogy került ő most a Tony Blair intézethez? Valószínűleg nagyon komoly összefüggés tapasztalható abban, hogy Sanna Marin az európai ultraliberális értékrendnek az elkötelezett képviselője, és ő ebben a tekintetben kimondottan a berlini, nem véletlenül mondta már Berlint korábban is a beszélgetésünk alatt, kimondottan a berlini ultraliberális csapásvonalat követi, és
képviseli. Nyilván ennek a vadhajtásai Finnországon belül a politikai életben, társadalmi életben olyan visszásságokat eredményeztek, amely miatt a kormánya megbukott, és már lehetett sejteni tavaly a Davoszi Világgazdasági Fórum idején, hogy nem fog tudni kormányra kerülni miniszterelnökként, ezért a Davoszi Világgazdasági Fórumon ő már egy ilyen modern, haladó, baloldali üdvöskeként jelent meg, akit a világsajtó akkor teljes mértékben körbedöngött, és nagyon komolyan kezdtek foglalkozni az ő személyével. Ekkor már várható volt a választásokon, tavaszi választásokon a, hát mondjuk az, hogy bukás, mert én ezt bukásnak mondanám mindenképp, vagy a harmadik helyre csúsztak vissza a szociáldemokraták, és az, hogy Davosban ő debütált, ez előrevetítette annak az esélyét, hogy lehet, hogy ha nem kerül a miniszterelnöki választásokba ismét, akkor ő felfelé fogják buktatni, erről már akkor beszélgettünk a Hit Rádióban, és úgy néz ki, hogy ez beigazolódott, ahogy Rita is mondta, szeptember 12-én ő leköszönt a szociáldemokrata országgyűlési képviselői helyéről, tehát úgy tűnik, hogy mégsem olyan fontos az ő számára a saját hazájá érdekeinek a nemzeti parlamentben való képviselete, mint amilyen a miniszterelnökség volt számára, és nagyon érdekes az, hogy a Tony Blair intézet, ahol őt most stratégiai tanácsadóként beültették, ő ott már néhány nappal korábban, már szeptember 7-én megjelent az, hogy ő stratégiai tanácsadó lesz, azaz hamarabb történt ez a Tony Blair intézetben az ő székfoglalása, mint ahogy lemondott az országgyűlési képviselői helyéről 5 nappal később a finn parlamentben. Tehát egy nemzetközileg irányított, támogatott előrehaladásról van szó Sanna Marin esetében, és én nem lennék meglepve azzal kapcsolatban, hogyha mind a világgazdasági fórum berkein belül, mind akár más ENSZ szinteken, vagy más nemzetközi szinteken, ő még ennél is tovább emelkedne ebből a nemzetközi tanácsadói pozícióból. Mindeset a Tony Blair intézet idézőjelbe téve jó tanácsokkal látja el a világvezető politikusait, országait, nemzeteit, fórumait, tanácsait a világ jövőjével kapcsolatban. Érdekes látni azt, hogy gyakran történik meg ez a forgatókönyv, hogy az adott nemzetben megbukott politikusok aztán mégis felemelkednek, kicsit ilyen nemzetközi politikusokká, vagy európai politikusokká válnak, úgyhogy ez egy nagyon érdekes forgatókönyv. Igen, hát én azt gondolom, hogy ebben mindig van egy ilyen üzenet, hogy lám-lám, el tudok veszíteni egy csatát, de a küzdelmet nem. Pedig azt gondolom, hogy ha valaki a saját nemzetében megbukik, és azt nemzetközi szinten emelik utána porondra, én nem gondolom, hogy ha valaki például egy vállalat igazgatójaként a vállalatát csődbe vinni, hogy őt mondjuk a világban kívülre kellene ültetni. De ugyanez most megtörténik a politikában. Én azt gondolom, hogy ez a nemzetközi politikai háttérhatalom és gazdasági háttérhatalomnak az olyan mértékű erkölcstelen is már hát keresem a legdiplomatikusabb szót, mondjuk az, hogy szemtelen, látványos összekacsintása, hogy csinálhatok bármit nemzetek, csinálhatok bármit Európai Uniós tagállamok, ENSZ tagállamok, mi már tudjuk azt, hogy hogyan fogjuk kézbe venni a dolgokat. Nem biztos, hogy ez így fog bekövetkezni, hogy ők képzelik. Ez a személyes véleményem, ez nem szakértői vélemény. Én azt gondolom, hogy ez a fajta nagyon büszke, beképzelt, ultraliberális gondolkodás a világvezető hatalmai részéről még egy nagy pofont fog rövidesen kapni európai szinten, de ez az én várakozásom, ez nem előjelzés volt. Minden esetre azt érzékelni Finnországon belül is, hogy a nemzet ezzel a fajta nagyon erőteljesen kasztus jellegű, globalista, elitista gondolkodásmóddal nem tud egyetérteni, és bár vannak Finnországban is olyanok, akik elvtelenül és gondolkodás nélkül átveszik azokat az ultraliberális elveket, amelyek egyáltalán nem haladóak, és egyáltalán nem társadalomépítőek, és egyáltalán nincs bennük semmilyen társadalmi, gazdasági, politikai plusz, ennek ellenére ezeket szajkózzák, de az emberek nem buták, annak ellenére, hogy a főáramú média megpróbálja elbudítani őket. Finnország is ebben a tekintetben ébredőben van, lásd a migráns politikának az erőteljes radikális átalakítása.
nagyon-nagyon kevés időnk van, egy vagy maximum 2 percünk, de még egy pár szót szeretném, hogyha beszélgehetnénk Päivi Reszenennek a peréről, talán Magyarországon is többen hallottak róla, egy bibliai idézet miatt perelték be, vonták vád alá, egy ideje már zajlik ez az ügy, vagy tolódik ez az ügy. Mi most itt a helyzet, csak egy röviden, egy pár mondatban, hol tart ez a Päivinek a pere? Päivi Reszenét, hála Istennek, a felevéli bíróság, tehát immár másodfokon is felmentette november 15-én. A felmentő ítélet még azért nem jogerős, hiszen a fellebbezése lehetőséget biztosított a felevéli bíróság a legfelsőbb bíróság irányába. Meglepő módon 2 hónap áll rendelkezésére erre a felevéli bíróságnak, hogyha ő szeretne fellebbezni mégis. Az ügyészségnek, az állami ügyészségnek ennyi idő áll rendelkezésre. Tehát még igazából itt az új évből néhány nap, és az új évből 15 nap az, ami még egy bizonytalanságot okoz ezzel kapcsolatban. Én azt a gondolatomat szeretném megismételni, hogy 2020-ban, amikor először a Hit Rádiónak erről már nyilatkoztam, hogy én úgy gondolom, hogy egy nemzetközi jelentőségű, nagyon súlyos potenciális kihatással bíró koncepciós terről van szó. A világ olyan, mint a demokráciában, mint Finnország. És azt gondolom, és azt mondom, hogy ha és amennyiben sor kerül arra, hogy az ügyészség, a finn államügyészség fellebbez a legfelsőbb bíróság irányába 2 felmentő ítélet után, akkor ez alá húzza azt, amit én feltételezek, hogy ez igenis egy ideológiai tartalmú, nemzetközileg támogatott koncepciós per, a globális zsidó-keresztény értékrend és a globális bibliai értékrend. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, és bár maradtak még hírek, hát azt mondom, hogy ne várjuk meg legközelebb, hogy így összegyűjjenek a finn hírek, majd beszéljünk kicsit hamarabb. Pályi Zoltán volt a vendégünk, a Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesületnek az elnöke. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, és sikeres új évet kívánok minden kedves hallgatónak.